Tehát a mai menünk egy okapi paprikás lesz. Itt látható az okapi, ez körülbelül egy 200-250 kilós jól megtermett afrikai emlős, ez a főleg a kongói demokratikus köztársaságban él, és a helyieknek, főleg a helyi elitnek egy nagyon kedvelt táplálékforrása, ők is leginkább paprikásként szokták elkészíteni. Ez egy növényevő állat, amúgy nagyon békés, a combja egy kicsit hasonlít a zebrahúshoz, de amúgy a feje az inkább egy zsiráfhoz hasonló, tehát így is mindenféleképpen egy afrikai állatról beszélünk. Nézzük az összetevőket, ez itt az okapi egyik legfinomabb és ugyanakkor legdrágább része, ez az okapi mell, ez pedig a combból egy kis darab, nem kell olyan sok hús, ez itt a nyári meglepetés fűszer keverék, főleg gyümölcs csak alkotják, nagyon finom, szükségünk van még egy kis balzsamecetre, ebből is kevésre van szükség, és a dél-afrikai fűszereket egy kis csalással, Magyarországon is könnyen beszerezhető fűszerekkel, fűszerkeverékekkel helyettesítjük, például ilyen a rozmarin, szükség lesz még fűszervarás sertésült keverékre és egész szegfűszegre. Valamint a legfontosabb összetevő az nem más, mint az előre gondosan kimért kókusztej, pontosan 250 ml-re van szükségünk a paprikás elkészítéséhez. Hát akkor lássunk is hozzá! És utolsó lépésként hozzáadjuk a kókusztejet. Majd jól elkeverjük. És néhány perc után már kész is van az incsigandó okapi paprikásunk. Jó étvágyat!